Márciushoz ért a naptár, és az időjárás is tavaszi arcát mutatja. A járványveszély miatt egyre többen választják a szabadidő eltöltésének helyszínéül az erdőjárást. A túrázók a legtöbb esetben nem találkoznak kerítéssel az erdőben. A magántulajdonban lévő erdők is szabadon látogathatóak. Mégis vannak a kirándulásnak is írott és íratlan szabályai. A Füredhez közeli állami erdőkben sok közjóléti objektum található a kiránduló számára. Ilyen például a Koloska-völgy, a Recsekhegyi Noszlopi kilátó, vagy a közkedvelt Tihanyi Őrtorony kilátó. Téli-tavaszi időszakban zajlik a fakitermelési munkáknak az öme, tehát ha ilyennel találkoznak kirándulók, akkor nagyon fontos, hogy fokozott figyelemmel járjanak el, hiszen az egy munkaterület, ott előfordulhatnak balesetveszélyes laikusokra balesetveszélyes szituációk. Nagyon fontos, hogy az erdőben lévő farakatokra soha nem ásszanak fel, hiszen hogyha az esetleg ettől megindul, ledől, az nagyon súlyos baleseteket tud okozni. Az erdészeti igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkonyatot megelőző és a pirkadatot követő két órában a vadállomány mozgásban van. Az erdőben tartózkodók zavarhatják a táplálkozásukat. Ugyanebben az időintervallumban egyéni vadászatok is lehetnek az erdőkben. Azt sem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az erdők területén nem illik hangoskodni és szemetelni. A kirándulás idejére szánt elemózsia műanyagok használata nélkül is megoldható. A szendvicseket kis textilzsákokba és textilszalvétába lehet csomagolni, amik többször használhatóak, és nem kell kidobni őket. Az üres fémdobozoktól sem lesz nehezebb hazafelé a hátizsák, és használhatunk textilzsebkendőket is. A Füred környéki erdőkben alapvetően nem él olyan vadfaj, ami közvetlen és súlyos veszélyt jelentene az emberre, de extrém esetek itt is előfordulhatnak. Ennek egyik formája a veszettség lehet, de szerencsére erre is kevés példa van. Ezzel az immunizációval sikerült annyira visszaszorítani, hogy szinte néhány esetet kivéve nem fordul elő a veszettség. A másik pedig ebben a tavaszi időszakban ugye a vaddisznók szaporodási, illetve malacozási időszaka van, most születnek meg a jövő generációját jelentő kis malacok, és hát a vaddisznó koca az elég alapos és körültekintő anya, tehát ő azért képes a fiait megvédeni, hogyha veszélybe érzi a biztonságukat. A szakember azt ajánlja, hogy erdőben is pórázon sétáltassunk kutyát, mert egy kicsinyeit védelmező anyakoca miatt a kutyának és a gazdájának is a testi épsége veszélybe kerülhet. Kritikus pont a tűzgyújtás kérdése, megdöbbentő adat, de a hazai erdőtüzek 99%-ban emberi gondatlanságból keletkeznek. Éppen ezért a szabadban gyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag. Mindig gondoskodjunk elegendő oltóanyagról, és ha végeztünk, még a kijelölt tűzrakó helyen is, oltsuk el a pislákoló parazsat.